családunk nagyon jó, én ezt tudom mondani. Megtanít minket mindenre, amire kell. Jó család, szép család, négyen vagyunk, és szeretem az egészet. Mi az, ami a jó élethez szükséges, hogyan legyünk vallásosak, hogyan szeressük a másikat. Ezen kívül szórakozni is nagyon jól lehet velük, és úgy az egész életet élvezem ebben a családban. Amikor az ember kimondja azt, hogy jóban, rosszban, akkor nem tudja, hogy ez mit jelent, vagy hát ennek elképzelései, de persze hiszi az ember, hogy jóban, rosszban, de aztán később az élet írja meg, hogy valójában ez milyen feladatot hordozhat. A somogyi házaspár kapcsolata különleges szövetség. Noémi tavaly októberben szó szerint megmentette férje életét. Azóta missziójuknak tekintik, hogy történetükkel népszerűsítsék a házasságkötést és az élődonoros szervátültetést. Nekem van egy születésemtől fogva lévő betegségem, egy vesebetegségem, de ugye a vesebetegségeknek az a egyik tulajdonsága, hogy az ember nagyon későn veszi észre. Nincsenek olyan tünetei, mint esetleg más betegségeknek. Csöndben szépen el tud jutni egészen a végstádiumi állapotig. Nekem volt szerencsém részt venni egy ilyen genetikai kutatásban, amikor kiderült, hogy érintett vagyok ebbe a betegségbe, és kb. 30 éves korom környékén jutottunk el oda, hogy ezzel komolyan kell foglalkozni, és hát Noémi döntött úgy, hogy akkor ő ezt az áldozatot meghozza, hogy az egyik vesét odaadja nekem. Hát először hallani is akartam róla, de aztán végül úgy hozta az élet, hogy ez mégis megtörténhetett. Mindketten a pasaréti ferences templomba jártunk közösségbe, hittanra, és találkoztunk egy ilyen bálon, egy szilveszteri bulin. Noéminek éppen kiment a bokája, és ült a terem szélén, ez én erről nem tudtam. Viszont azt tudtam, hogy ha egy lány a terem szélén ül, akkor az a feladat egy férfinek, hogy oda megy és fölkéri táncolni. És hát, mint ahogy azt kell, oda is mentem hozzá, fölkértem, de mondta, hogy hát sajnos, hogy most táncolni nem fog tudni. Mondtam neki, hogy hát ezt a választ általában nem szoktam elfogadni, de most a körülményekre való tekintettel elfogadom, de akkor minimum egy beszélgetést azért be kell iktatni, és akkor így ismerkedtünk meg. És aztán igazából elég hamar egymásra találtunk. Mind a kettőnknek fontos, hogy heten-heten vagyunk testvérek. Ez így kicsit vicces is volt, hogy viszonylag a megismerkedésünk elején szóba került, hogy kérdezte, hogy hány testvére van. Mondta, hogy biztos, hogy neki van több. Hát aztán kiderült, hogy ugyanannyi hat. Jól ki tudtuk egészíteni így egymást, hogy megértettük rögtön az elején egymást. Majdnem 3 évre ráházasodtunk. Szerintem ez a családi háttér, meg a közös hit, az elég hamar így segített abban, hogy összerázódjunk. Ahol ilyen sok gyerek van, ott az alkalmazkodás a legfőbb dolog, hogy nagyon hamar tudunk alkalmazkodni, én is. Tamás is viszonylag, bár ő azért kevésbé, mint hetedik, hogy sok mindent hozzáigazítottak, de azt hiszem, hogy ez, amit a leginkább a családtól megtanultam. Meg hát, hogy bármelyik pillanatban mindig akinek kell, annak segítünk. Mindketten vallásos családból, hívő családból származunk, és ezek mindig átsegítettek minket ezen a gondokon. Nagyon fiatalon házasodtunk, én 21 éves voltam pont, mikor összeházasodtunk, és akkor nem tudtuk még, hogy Tamás érintett a vesebetegségben. Jóval később derült ki, amikor már igazából a második gyermekünk megszületett. Utána egy évvel kaptuk meg körülbelül a diagnózist. Tamásnak szépen lassan elkezdtek romlani az értékei, így meg hát egy orvosi lelet is ezt alátámasztotta, hogy előbb-utóbb szükség lesz a transzplantációra. Nekem egyre jobban az volt az érzésem, vagy a véleményem, hogy hát, hogyha már elkerülhetetlen a transzplantáció, akkor ez a legjobb vese is kell. De tudni kell, hogy ez, amikor az ember eljut odáig, hogy szervre van szüksége, akkor ez nem megy egyik napról a másikra, 2-3 év minimum az átlaga, amit az emberek várnak, de van, aki 7-8 évet is vár, és addig ugye a dialízis az, ami életbe tudja tartani a beteget. A dialízis azért ez
időben, egészségben, testben eléggé megterheli a szervezetet, meg hát a családot is. Rájöttem, hogy a legjobb esen nálam van a Tamásnak, és ez kellett igazából vele is elfogadtatni, elhinni, elhitetni. Inkább lelkileg volt nehéz ezt elfogadni, mert az eszemmel tudtam, hogy ez a legjobb megoldás minden szempontból. Az orvosok elmondták, hogy aki élő donációba kap szervet, annak sokkal jobbak a túlélése, meg sokkal hosszabb ideig működik a szerv. Azt nem akartam, hogy a gyerekeknek ezt végig kelljen nézni, hogy az apukájukat gyakorlatilag egy gép tartja életben. A műtét előtt pár nappal az egyik barátom így bekopogott az ajtón, mert látta, hogy itthon vagyunk, és mondta, hogy hát megengedjük-e, hogy amíg mi kórházban vagyunk, addig ők rendbe tennék a kertet, mert hát nem volt erre időnk, energiánk. És akkor becsuktam az ajtót, és így végig gondoltam, hogy hát ha Jóistennek arra van gondja, hogy a virágaim rendben legyenek, akkor ránk biztos gondja lesz majd, hogy semmi probléma ne legyen. Amikor az első vizsgálatokon túl voltunk, és úgy tűnt, hogy pozitívak az eredmények, hogy van remény, elkezdtük a családnak hát ilyen leveleket írni. És aztán szépen ebből egy levelező lista lett, és végén már több mint 100-an követték a történetünket, és az nagyon pozitív volt, hogy tudtuk, hogy sokan vannak mögöttünk, hogy sokan imádkoznak értünk. Mit éreztek ebből a gyerekek, hogyan élték át ezt az időszakot? Hát mi megbeszéltünk velük mindent, tehát nem volt ez így tabu téma soha. Átbeszéltük velük az elejétől fogva, hogy mi vár ránk, hogy mik a lehetőségek. Még óvodás korukban Tamásnak az egyik bátyja szintén érintett, és ő végigment dializáláson, transzplantáción, és akkor is igazából már velük erről beszéltünk, meg... Látták, hogy ez mit jelent. Igen, tehát látták, hogy ez mit jelent. És most is, amikor így láttuk, hogy nagyon már nem tudjuk hova tolni, akkor leültünk velük, és végigbeszéltük, beavattuk őket, igyekeztünk elosztatni a félelmeiket. Nagyon komolyan és felnőttesen tudták ezt végigvinni. Ez egy nagy feladat volt, és mindenkinek minden erejére szükség volt, hogy majd meg tudjuk csinálni. De most már így lassan kezd visszaállni az unalmas hétköznapok. A személyiségünket külön-külön változtattam meg valamennyire, és ez aztán erősítette a kapcsolatunkat. Egy ilyen után az ember máshogy látja a világot, egy kicsit átértékeli a fontossági sorrendet.